Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! 8 éve annak, hogy Magyarország lezárta határait az illegális migránsok áradata előtt. Azóta bebizonyosodott, hogy ezzel a Fidesz-KDNP milyen fontos lépést tett hazánk védelme érdekében. Ne feledjék, hogy míg mi megvédtük határainkat, s ezáltal a magyarokat és az európaiakat, addig Angela Merkel német kancellár meghirdette a Willkommenskultur ideológiáját, vagyis a migránsok százezreit csábította Európába egy jobb élet reményében. Azt mondta, hogy wir schaffen das, azaz sikerülni fog. De nem sikerült, kancellár asszony. Sikerült azonban Leyen asszonnyal együtt egy olyan Európai Uniót kialakítaniuk, mely már nem az Isten nemzet család hármasára épül, hanem mindezek tagadására, mely egy nemzetállamok feletti unió létrehozását tűzte ki célul, egy Európai Egyesült Államokat, mely a gender ideológiát tartja alapjognak, és lemond a Biblia igazságairól. Európa jelenlegi vezetői gyalázatos módon elfordultak a valódi keresztény értékektől, annak érdekében, hogy egy Európán kívüli idegen keresztény ellenes hatalmi struktúra grandiózus tervét megvalósítsák. Von der Leyent és elvtársait ugyanis láthatóan nem érdekli, hogy a tagállamok fuldokolnak az illegális migránsoktól. Nem érdekli őket, hogy Lampedusa szigetét napok leforgása alatt az ott lakók közel kétszeresét kitevő illegális migránsok özönlötték el. Nem érdekli őket az sem, hogy szárazföldön is folyik ez az özönlés, így a közép-mediterrán és a nyugat-balkáni útvonalat is százezres nagyságrendben árasztották el a szervezett bűnözés által felbújtott kontinensünkre érkező illegális migránsok. Von der Leyent és elvtársait nem hagyja meg, hogy eszement politikájukkal szemben a tagállamok sora tiltakozik. Ezért ezek a tagállamok saját erőforrásaikat felhasználva kerítést voltak kénytelenek telepíteni. Hazánk is így járt el, saját költségén 165 kilométer hosszú, 4 méter magas műszaki határzárat épített, nem kevesebb, mint 600 milliárd forintot költve a határvédelemre. Ennek köszönhetően 8 év alatt csaknem 1 millió illegális migráns sikerült megakadályoznunk abban, hogy az unió területére bejusson. Mégis mindezért semmilyen köszönetet nem kaptunk, csak támadást. A kerítésnek is csak 1,5%-át térítette meg Brüsszel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindeközben a tagállamok megfeszített erővel dolgoznak azon, hogy az eszement brüsszeli politika káros következményeit mérsékeljék, addig a BSS, a Brüsszel-Strasbourg soros tengely a kötelező migránskóta elfogadását erőlteti. Sőt, a legutóbbi javaslatuk szerint, ha egy tagország nem hajlandó befogadni a rá kirót számú migránst, akkor migránsonként 8 millió forint összeget vasalnának ki belőle. Mi ez, ha nem olaj a tűzre? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ne feledjék! A BSS triumvirátus mára már nem csak az illegális migránsokat akarja ránk erőltetni, hanem a migránsgettók létrehozására is akar kötelezni bennünket. Nos, ez végképp felháborító. A legszomorúbb az egészben az, hogy a magyar emberek elsőfő többségének akarata ellenére a komplett dollárbaloldal is támogatja a BSS tervét, vagyis az illegális migrációt és a kötelező betelepítési kvótát. Ők nyilván nem a magyar emberek érdekeit nézik, hanem azt, hogy az idegen hatalmak mit kívánnak a uruló dollármilliókért cserébe. Ezért mondják ők, immár 8 éve, hogy nincs itt semmiféle látnivaló, szerintük az illegális migráció csak áll probléma. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a napokban von der Leyen asszony ismét közvetlenül megtapasztaltatta, hogy milyen is ez az illegális migráció úgymond áll problémája Lampedusa szigetén. Helyi plébános atya szerint a helyzet maga az apokalipszis.
Innen is üzenjük a BSS triumvirátusnak és csatlósainak, hogy Magyarország a magyaroké, Európa pedig az európai nemzeteké és európai polgároké. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, a kormány nevében a Rétvári Bence miniszterhelyettes úr kíván válaszolni. Önnel szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Az egész világ sajtó beszámolt arról, hogy von der Leyen asszony ellátogatott Lampedusa szigetére, és megdöbbent, hogy 8500-an érkeztek egy hét alatt oda. Annyian jelentek meg illegális bevándorlóként. Hát nagy szeretettel látjuk a magyar déli határkerítésnél, mert ugyanezen idő alatt, ami oda 8500-an érkeztek, itt 7985 illegális határátlépési kísérletet akadályoztunk meg, csak a magyar déli határnál. Amin most az egész világ megdöbben, hogy úristen, micsoda magas szám, milyen sokan vannak ott Lampedusán, egy hét alatt ugyanannyi embert fordítanak vissza a magyar rendőrök és a magyar határvadászok a magyar déli határnál. Semmiben nem különbözik a kettő egymástól. Erről pedig nem esik szó, pedig ugyanakkor a nyomás, ugyanúgy csak az a különbség, hogy mi nem engedjük be azokat, akik megpróbálnak az Európai Unió területére, Magyarország területére belépni. Úgyhogy minden brüsszeli tisztségviselőt, a bizottság összes tagját, főleg az elnökét, és mindenki mást hívunk, hogy nézze meg, hogy hogyan lehet megvédeni egy külső határt, mert ezt így kell tenni máshol az Európai Unióban, és nem azon a szigeten nagy, a görög határon, az olasz határon nagy a nyomás, hanem ugyanígy a nyugat-balkáni úton és a magyar déli határnál ugyanilyen számokat látna, ha kinyitnák a szemüket Brüsszelbe, ha belenéznének a valóságba, és nem egy ilyen homályos, rózsaszín ködben képzelnék el a jövőt. Mindenkinek el kell dönteni. Melyik oldalra áll? A törvények oldalára, vagy az embercsempészek oldalára? Aki szabadon beengedi az illegális migránsokat, az az embercsempészek oldalára állt. Mert az átadta az irányítást az embercsempészeknek. Ha sok embert hoznak, sok ember lép be az unióba. Ha kevés embert hoznak, kevés ember lép be az unióba. Aki ezt teszi, az egy teljes mértékben kiszolgáltatja Európát a szervezett alvilágnak, aki pedig a törvényesség oldalára, mint Magyarország, az meg tudja akadályozni az illegális határátlépési kísérleteket. Azt halljuk a hírekben, hogy Németország azon gondolkozik, hogy bevezessen-e határellenőrzést Csehországgal és Ausztriával közös határán. Olvastuk hetekkel ezelőtt. A szlovákok már döntöttek. A magyarokkal közösen járőröznek a magyar határnál, a nyugati határszakaszon, a hidaknál, az Ipoly a Börzsöny mentén közös járőrözéssel, több tucat rendőr együtt járőrözik. Hallottuk szintén a napokban a híreket. A lengyel kormány. Ők a szlovák-lengyel határon gondolkoznak a határ ellenőrzés visszaállításában. Mi történik? Az történik, amit mondtunk. Ha nem állítjuk meg az illegális migrációt a külső határoknál, ha folyamatosan és nyugodtan érkezhetnek Lampedusára annyian, amennyi akarnak, ha a nyugat-balkáni útvonalon végig sétálnak, mert nem állítjuk meg őket akkor, amikor Bulgáriába vagy Görögországba belépnek, akkor ez a folyamat így fog folytatódni. Azok az illegális migránsok, akik Szerbián végiggyalogolnak, és megjelennek a magyar déli határnál, azok egyszer már jártak az Európai Unióban. Mert vagy Bulgáriában jártak, vagy Görögországban jártak. Ha lenne az Európai Unió külső határvédelme, egyetlen egy ember se fordulna meg nagyjából Szerbiában, mert a görög vagy a bolgár útvonalon kellett odáig végighaladni. Amikor megjelentek először, sokkal jóval több, mint fél évvel ezelőtt, az először a magyar és az osztrák rendőrök közösen a szerb déli határon, Szerbia és Észak-Macedónia határán, akkor még az embercsempészet forgalmának 60%-a azon a határszakaszon volt, 40% a bolgár határszakaszon. Mióta ott vannak, megfordult az arány. A kisebb rész van az osztrák-magyar-szerb közös határrendezési szakaszon, és a nagyobb rész lett, mert átmentek oda, a bolgár határszakaszon. Mert van eredménye annak, hogyha elkezdjük védeni a határt. Elkezdtek a szerbek ott építeni egy kerítést. Jóval rövidebb, mint a mi kerítésünk. Nyilván nekünk nagyobb lehetőségünk volt anyagilag, hogy tényleg 650 milliárd forintot fordítsunk a határvédelemre. Felépült egy kerítésnek egy része, ott vannak a magyarok is, ott vannak az osztrákok is. Az embercsempészek elkezdtek más irányokat keresni, mert érezték, hogy itt nehezebben lehet átjönni. Nem bonyolult a megoldás.
egy általános iskolás gyerek is meg tudja mondani, hogy mi a megoldás, csak szándék és akarat hiányzik, mert a valós szándék, a valós akarat az valójában az, hogy az Európai Unió lakosságát megváltoztassák, korlátlan mennyiség illegális bevándorlót behozzanak, és egy kevert társadalmat hozzanak létre, egy bevándorló országot hozzanak létre minden Európai Uniós országból, és így valósuljanak meg azok a brüsszeli tervek, amiknek a valós következményével nem számoltak. Mi azt szeretnénk, hogyha európai biztonságos, európai viszonyok lennének Lampedusán, nem pedig azt, hogyha lampedusai viszonyok lennének egész Európában, az egész Európai Unióban. Köszönöm szépen! Megköszönöm!